harmadik Óbecsei Jelfesztivál szombaton a Felszabadulás téren a szervezők becslése szerint mintegy 23 ezer látogatót vonzott. A változatos zenei program Óbecse központjában Óbecse község minden generációját egybegyűjtötte, valamint számos vajdasági látogatót is ide vonzott. Ez egy kitűnő rendezvény, a legjobbakat várjuk el, főleg a Párnévályák koncertjén. Várhatjuk Önöket jövőre is? Valószínűleg igen. Ez nagyon szép, és kellenek az ilyen rendezvények itt Óbecsén. Már többször voltunk, és nem rossz. Nagyon vártam már, hogy jöjjünk a Becsei nagyura. Minden évben eljövünk ide, hogy valami újat lássunk, hogy valami újban részesülhessünk. És remélem, hogy jövőre is ilyen izgalmas lesz, mint idén is. Mi először vagyunk itt, és bár közelről jöttünk, mégis most vagyunk először ezen a rendezvényen. Azt remélem, hogy újra eljövünk. Minden fenomenális, a színpad fantasztikus, a hangosítás brutálisan jó, és már az is, hogy ilyen nagy tömeg van, ez is nagyon jó. Honnan jöttek? Szent Tamásról. Versecről. Először vagyunk itt Óbecsén, az Óbecse éjjel rendezvényen, ami nem rossz. Nagyon jó ez a Becse nagy este, nagyon jó, tavaly is voltam, akkor is nagyon jó éreztem magamat. Én Száromor utcáról érkeztem. Azt gondolom, hogy szuper, nagyon jól meg van szervezve. Nagyon tetszik ez a tér, nagyon jól néz ki. Elmondhatom, hogy le vagyok nyűgözve. Jövőre szintén eljönnek? Valószínűleg igen, csak még nagyobb létszámban. Meghívjuk majd a barátainkat is, mivel tavaly is és most is nagyon jól érezzük magunkat. A fesztivál központi estjének programját Tiana Dabcevic nyitotta meg a Csarolia gyermekkórussal, majd Dejan Cukic lépett színpadra a Spori Ritán együttessel. Hozzájuk csatlakozott Jelena Gavrilovic színésznő, aki Dejan Cukicjal együtt elénekelte Eva Braun Óbecse éjjel című dalának feldolgozását, ami egyúttal a fesztivál névadója is. 20 óra körül a közönséget a magyarországi Ladány Bene 27 együttes szórakoztatta, majd 2 órával később nagy ováció kíséretében színpadra lépett a legendás Párnévályák együttes. A látogatók az előadóval Akival együtt énekelték a Svejos Mirisen a Nyú, a Zastave, a Dógyi és ennek a zágrábi együttesnek a többi népszerű dalait. Szeretnénk, ha ez a rendezvény hagyománnyá válna, ezen dolgozunk, és nem állunk el a tervünktől, hogy ez a rendezvény vajdaság egyik legnagyobb rendezvényévé váljon. Óbecse ezt megérdemli, és mi azon leszünk, hogy közös erővel ezt el is érjük. Hogy hogyan tudjuk ezt elérni? Hát ugyanolyan baráti hangulatban és összefogással, mint 3 évvel ezelőtt, amikor ezt a teret felújítottuk. Azt gondolom, hogy rövidesen ez a rendezvény lesz vajdaság egyik legjobb rendezvénye. Biztos vagyok abban, hogy minden óbecsei polgár, mint ahogyan én is, nagyon büszke erre a rendezvényre, amely mára már hagyományossá válik. Mi ezt még 2012-ben beterveztük, amikor megkaptuk Óbecse község polgárainak bizalmát, és amikor elkezdtük a tér felújítását. Éppen azért, hogy megfelelő helyszínt kapjunk az ilyen és ehhez hasonló koncertek megszervezésére, ami Óbecseink számára. Óbecse ezt megérdemli. Erre törekedett a helyi önkormányzat, elsősorban a polgárok támogatására. Bízom abban, hogy jövőre is ugyanígy fogjuk élvezni ezt a rendezvényt, mint ma este. Éjfél után a jó hangulatról a népszerű alternatív együttes a SARS gondoskodott, melynek a Lutka című zeneszáma a múlt év legtöbbet játszott rock dalának lett nyilvánítva. Egyelőre még csak a backstage ablakából látottak alapján mondhatom el tapasztalataimat, ugyanis ezen keresztül láttam, hogy milyen sokan vannak itt ma este. Őszintén szólva nem számítottam ekkora tömegre. Még nem léptünk fel Óbecsén, ezért nem is tudtam, hogy ekkora a tér és hogy ilyen sokan eljönnek. Minden esetre nagyon örülök ennek. Úgyhogy Óbecsén első alkalommal a SARS ennyi ember előtt bizonyára remek lesz. Éjfél után néhány perccel tűzi játékkal varázsolták csodálatossá Óbecse központja felett az égboltot. Fesztivál hangulat uralkodott a belváros utcáiban és vendéglátóipari létesítményeiben, melyek zsúfolásig megteltek látogatókkal. Az Óbecse éjjel fenséges módon hivatalosan is megnyitotta a rendezvények nyári szezonját községünkben.